Az igazdánk egy másik formában jelenik meg. Arról fog beszélni, hogy a végtelen is véges, és amiről azt hisszük, bár egy kicsit ezt most már Sanyi is érintette, hogy a világ űr az olyan minden szempontból végtelen, az arról látni fogjuk, hogy nem csak a korpuszkuláris, tehát a megfogható fizikum vonatkozásában, hanem más vonatkozásokban is sajnos véges, és erről fog beszélni az NMHH nevében. Én azt hiszem, főigazgató helyettes úr, először, igen, parancsol. Na, hogy működni fog. Jobban látom is a prezentációt. Azt a kapta is, hogy próbáljunk összefogni a 20 percben az elmúlt időszaknak a esőt a kezdetektől szintet. Igyekszem erre most törekedni és megfelelni az elvárásnak. És valóban a cím egy érdekes szójáték ilyen szempontból, hogy a végtelenben hogyan leszünk mégiscsak végesek ilyen szempontból, és látni fogjuk, hogy valóban vannak olyan határok fizikai, amit feszegettünk egyébként, és ezzel együtt kell tudnunk élni. Nézzük, hogy mi az első. Ugye, ami, hát a képet, ezt nem lehet megkerülni, ezt a képet gyakorlatilag. Kevesen éltek szerintem ebben az időszakban, 1957 hetet írunk, amikor megint az első műhold, ugye Sputnik 1 néven jelent meg, és ennek hatása óriási volt egyébként akkor már a világ történelmi része, egy hidegháborús korszak környékén járunk, és egyszer csak megint egy műhold a fejünk fölött, ami körbeépül a Földet. Hát ez azonnal mindenkinek felkeltette az érdeklődését, hogy ez hogy lehetséges, és hogy nekünk van-e ilyenünk esetleg, és akkor ezt tudjuk-e működtetni. Ez volt az első nagyon nagy lépés itt az űrtávközlés, űrkutatás területén, megjelentek gyakorlatilag kint az első mesterséges égitestek Földünkön kívül. De ez is frekvencia kellett már, hiszen tudnunk kellett mérni leket az adatokat, hogy mi mindent látunk fönt, milyen a külső környezet, a space, kint az űrben mit találunk, milyen fejtetekkel kell tudunk együtt működni. A kommunikációban akkor is kellett frekvencia, és Isten igazából, hogy két ablak létezik egyébként számunkra itt a Föld szempontjából. Az egyik a optikai ablakunk, hiszen a napfény elér minket, ezért tudunk élni, létezni, itt élünk és ülhetünk itt most. A másik ilyen ablak pedig, ami számunkra szintén nagyon fontos, a rádiófrekvenciás ablak, hogy milyen frekvencián tudunk kommunikálni innen a Földről kifelé a világűrbe, és fordítva nem minden frekvencia alkalmas erre a célra egyébként. Úgyhogy ezt is meg kellett tanulni, hogy hogyan tudunk kommunikálni Földön túl lévő rádiós eszközökkel, műholdakkal, szondákkal adott esetben. Frekvencia szempontjából, hát ha még az ősi időszak lenne, akkor egy kontinensen elérdegélnénk, de a kontinensek távoltak egymástól. Még az itt az eredménye, hogy más-más technológiák, más-más frekvenciák kerültek használatba. Tehát van egyfajta kontinentális verseny is egyébként itt a három régió között. Ez az ITU-nak a felosztása, itt gyakorlatilag a sárga részt nevezzük egyes területnek, egyes régiónak. Ebben vagyunk mi is egyébként Magyarország, és látszik egyébként eléggé elnyúlik egyébként ez a rész, tehát itt a volt Szovjetuniót érdemes megemlíteni ebben a szempontból. A kettes régió, az könnyedsége mondhatjuk, hogy gyakorlatilag az amerikai kontinens kompletten északtól délig, hát a harmadikra szoktunk mondani, hogy a maradék része a világnak, de azért ezt óvatos lennék ebben a kijelentésemmel, hiszen ebben gyakorlatilag bent van Ázsia, bent van Ausztrália, és egyébként nyilván az ázsiai kontinens szempontjából, mert Kínát megemlítették itt az előbb, és valóban vigyázó szemünket Kínára is kell, hogy vessük ezen a területen, tehát nagyon fejlett technológiák és nagyon-nagyon jó dolgokat alkottak meg itt az elmúlt időszakban is. Tehát így néz ki a felosztása a rádiótávközlés szempontból a világunknak, és itt kell együttműködnünk ezen régiók között a különböző szolgáltatóknak, nemzeti adminisztrációknak, mint hatóságoknak is. Frekvencia szempontjából említettem, hogy van egy ablak, amivel tudunk kommunikálni a Földünkön kívül lévő eszközökkel, ugye itt a műholdas frekvenciák szempontjából, hát ezért főként a gigahertzes tartományt jelenti, de ugye amatőr műholdakkor is már ismerjük, tudjuk, tehát gyakorlatilag ugye 100 MHz-től 30 GHz-ig ez a sávrész kívánom alkalmas arra, hogy tudjunk eszközöket üzemeltetni kint a világűrben. A mérnökök játékos kedvők egyébként, és ezeket a sávokat elkeresztelték mindenféle titkos betű kombinációkkal, L, S éppensége, vagy X,
ez a katonai rész jelent egyébként, meg egyszer megtalán megvan, vagy KUK-a. Ennek most mi a háttere, hogy milyen nyelvből származik, német vagy angolban, ezzel mindig vitatkozunk egymással, de alapvetően itt ilyen sávokat különböző betűkombinációkkal jelölték, amik alkalmasak arra, hogy tudjunk kommunikálni oda-vissza. A frekvencia korlátos egyébként, ez ami véges erőforrás számunkra, és amikor ültek anno bölcs tudósok, mérnökök, hogy hogyan kéne felosztani ezt a fajta spektrumot, a szabályzott részét legalábbis, ami 3 kHz-től megyünk akár 3000 kHz-ig, az gyakorlatilag milyen típusú dolgokra kellene alokálni. De egyrészt vannak egy hovántási tulajdonságok, hogy hogyan terjed, tehát ki tudok jutni az űrbe vele, vagy nem. Vele nem tudok kijutni, ez nem fogom arra célra használni. És itt nagyon gyönyörűen felsorolták, hogy milyen szolgálatokat, egy nagyon szép szolgálat szó magyar nyelvben, de kell, hogy használjuk ezeket a frekvenciákat, ebben van rádiolokáció, meteorológia, állandó helyű, vagy műholdas földkutatástól kezdve egészen a pontos időig. Itt van a sporttevékenység, rádiomotorok is egyébként. És ezekhez kell besorolnunk azokat a frekvenciákat az adott célra, és ebbe kell megtennünk az, ami számunkra egyébként használható és jó, nem titok egyébként. Ugye ezt megalkották nagyon régóta ezt a fajta klasztereket, de vannak olyan tevékenységek, amit most keressük a helyét egyébként. Az űridőjárás volt az egyik ilyen rész, mert most foglalkozik az ITU majd a következő VRC-n, hiszen ennek a helyét még nem látjuk pontosan, érezni, hogy hol kell keresni egyébként ezt a részét, de megvan a definíció, hogy mit nevezünk időjárásnak, akkor utána tudunk ahhoz alokálni a frekvenciákat, ami arra alkalmas, hogy a szondákat, szenzorokat tudjuk üzemeltetni kint a világűrben, és azok a jelét vissza tudjuk hozni a Földre, hiszen számunkra is egyre fontosabb az űridőjárás, hogyan alakul, hiszen nagyon sok olyan eszközt érinthet egy napkitörésnek a hatása, ami utána okozhat gazdasági károkat egyébként a világ bármelyik tájékán. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt is jól kezeljük és alokáljunk rá frekvenciákat. Ha megnézzük azt, hogy a frekvenciák szempontjából mi a legfelkapottabb ebben a részben, és itt azért főként talán a polgári felhasználást kell említenem, bár az még mindegyik mögött ott van nem polgári felhasználás is rejtett módon egyébként. Ebben nyilván a műholdas földkutatás, ami az egyik kiemelkedő, ilyen az űrkutatásnak a területe frekvencia szempontjából, és a rádiócsillagászat is, ahol gyakorlatilag elég nagy frekvenci igényeket jelentettek, vagy jelentenek egy mai napig is be, hogy ezekhez mekkora sávszélséget kell rendelni, biztosítani, hogy ezeket lehessen működtetni. Hát itt előbb láttunk egy ábrát, és egy hasonló ábrát hoztam én is 2020-ig bezárólag. Mint említettem, az elsőt az mindig könnyű megjegyezni, itt látható gyakorlatilag ugye 57-ben az az első pötty, a Sputnik 1 volt. Hát itt már nem tudnám elmondani egyébként én sétt a következő kanyar után, hogy melyik műholdat hogyan hívják név szerint, viszont látszik, hogy rettentően emelkedik egyébként a műholdaknak a száma, és az is egyébként nagyjából látható, hogy emögött technológiai ugrások, fejlődések vannak benne, hiszen a technológia elérte azt a lehetőséget, hogy tudunk ma már visszatérő rakétákkal felvinni műholdakat, akkor ez a technológiának a költségét csökkentette, tehát könnyebben tudunk fölvinni egyre több műholdat. A másik, amit ugye, amikor én még diák voltam, akkor műholdak volt a geopályán mozogtak, ezzel tudtunk, hogy vannak más pályák is, de Isten igazából azokon keresztül kommunikáltunk, és ilyen elvont, távoli állomások voltak előttünk, ahol dolgoztak emberek, mérnökök, és ez valamilyen kicsit ilyen messze volt tőlünk ez a történet, hogy geopályás kommunikációt persze vannak ilyen állomások, meg van műhold, de az valami messze van tőlünk adott telephelyeken. És a mai diákok gyakorlatilag úgy azt megteszik odahaza, egy adott parabol antennával, kicsit átbuherált eszközzel simán tudnak kommunikálni egy geopályás műholddal. Tehát a technológia ekkorát fejlődött, hogy ma már, amit régen nagyon messze tiszteltünk, és nagyon nagy dolgnak tartottunk mérnöki szempontból, azt mondta, hogy diák simán vissza tud egyébként rakni ilyen szinten. Tehát nagyon-nagyon fejlődött a technika, változott, és ez lehetővé tett, hogy egyre több műhold kerüljön föl, és hát ugyanúgy megjött a alacsonypályás műholdaknak az ideje ilyen szempontból, hogy az ennek az eltási költsége, feltartási költsége, az gyakorlatilag lehetővé tette, hogy egyre nagyobb számba jelenjenek meg alacsony pályán ugye műholdak. És hát elérkeztünk a megakonstellációkig. Ugye hát itt egyrészt a Starlinket ki kell, hogy emeljük nyilván. A OneWeb, ez gyakorlatilag a Eutelsat felvásárolta. A Telecast Canada, valamint a Swarm, itt ugye a SpaceX vásárolta föl ezt a céget. Tehát lehet látni, hogy van egy átalakulás egyébként a nemzetközi piacon,
hogy ezek a nagy cégek is hogyan alakulnak át, hogyan próbálják gazdaságosát tenni az ő működésüket. Volt, aki korábban előre szaladt adott technikával, technológiával, és van, aki pedig ugye újítóként jelent meg, hát itt a SpaceX-et kényen megemlítenünk, és egyébként a mérnökember kíváncsi, úgyhogy mi is azon dolgozunk, hogy ilyen terminált begyűjtsünk a hatósághoz, és lemérjük, hogy mit tud egyébként ez a SpaceX Starlink-es terminálja, úgyhogy lehet egyszerűen, hogy szintén beszámoltunk erről az eredményről, hogy mit láttunk mi, hogyan működik ez az eszköz. Tovább haladva, ugye a frekvencia koordináció részére, ugye ez nem megy úgy, hogy csak mint magyar hatóság itt elgondolkodunk rajta, hanem itt gyakorlatilag az összes világon műholdat üzemeltető intézménnyel, hatósággal, operátorral kell olyan szinten kapcsolatot tartanunk, és ennek a bonyolultságát, ezt most nem fogom végig sorolni itt a tételeket, hogy az IT-ből, hogy az egyeztetés, de hogy mennyire nehéz, mennyire feladta a leckét, egy példát megemlíthetek, hiszen az egyik magyar első kisebb kereskedelmi műhold koordinációjánál ugye nagyon sokat egyeztettünk arról, hogy milyen pályán fog menni, mikor kerül föl, milyen frekvencián, és hogy ne ütközzön menet közben egy másik műhold frekvenciával, ne ilyen interferencia két műhold között, tehát mindenki tudja használni a kis műholdját, arra céltek tervezte. Ezt nagyon jó kiszámoltuk, mindent megcsináltunk, és hát a végső soron az jött ki, hogy átbukkolták a műhold fellövést, arra senki nem gondolt, hogy arra rakétában, hogy betették ezt a pici magyar műholdat, abban lesz egy másik francia műhold, hogy pont ez a frekvencián fog működni. Tehát azt a koordinációs tevékenységet nem azt, hogy keresztül húzta, de látszik, hogy mennyire át kell gondolni, hogy térben, időben, frekvenciában hogyan kell összehangolni ezeket a műholdakat, hogy valóban tudjanak együtt működni, és egymást ne zavarják a tevékenységük során. Tanultunk mi is egyébként ebben az esetben értelemszerűen. Hogy igazából kik, akik ugye frekvencia szempontjából nagy fogyasztók, vagy nagy igényekkel jelentkeznek, mint országok, itt a 12-es felmérésünkben néztük meg. Gyakorlatilag látszik az első 20 ország, indul hát USA, ugye Franciaország, Kína, Egyesült Királyság, Oroszország, Japán, India, az arab emírségek, és haladhatunk lefelé egészen Szaúd-Arábiáig. Hát ebben is sajnos még Magyarországot így még nem látjuk, de bízunk benne egyébként, hogy előbb-utóbb mi is felkerünk erre a térképre, és tudjuk segíteni akár a magyar űriparnak a fejlődését így módon. Tehát lehet látni, hogy mekkora a terület, ahol egyébként nagyon sok műholdas résszel foglalkoznak, koordinálnak frekvenciát ezekhez a műholdakhoz. És mit hoz a jövő számunkra? Hát ezt talán szintén emlegettük itt az IT-s felkészülés kapcsán, hogy mi az, amivel találkozhatunk. Van egy mérföldköld alapú megközelítés az FSS műholdak, FSS sávoknál egész pontosan. Itt gyakorlatilag van egy VRC határozat, és a telepítési, indítási szándékokat vizsgálja az IT, hogy hogyan alakult az elmúlt időszakban. Tehát ugye a frekvenciákat ugye, hát lefoglaljuk valamilyen szinten egy leendő műhold számára, és azt követnünk kell, hogy az a műhold valamiként üzemel, működik, vagy felkerült egyáltalán. Ugyanígy a NGSO, ugye a rendszer esetében új sávok, Q és a V sávokat is ugye vizsgáljuk, hogy hogyan fog tudni működni egy műhold seregben, és a GSO rendszerek védelmét is szintén meg kell oldanunk a NGSO műholdakhoz képest, tehát erre is mindenképpen oda kell ugye figyelni, de mit hoz még a jövő ezen kívül számunkra? Egyrészt azt, hogy az IoT részen valóban egy erős emelkedést lehet látni, tehát azok a műholdak, amelyek különböző földi szenzorokkal kommunikálnak, egyre inkább fontosabbak, és különböző célokra is használják, ezért akár egy adott vadállománynak a követése egy adott területen, kontinensen, és lehet persze akár egy vízháztartás figyelése egy sivatagi részben, vagy akár Magyarországon is. Ezek felértékeltek, ezek a szenzorhálózatok, és ezeket műholdas rendszerekkel lehet nagyon jól követni. És lehet látni egyébként, hogy ezen a piacon szinte minden nagy operátor egyébként, aki műholdakat üzemeltet, itt van felsorolva, és nagyon sokan egyébként kisebb, és akár európai cég is megtalálható ezen a fajta palettánk ilyen szolgáltatásokat már egyébként nyújtanak. Optikai kommunikáció, ez egy nagyon érdekes rész lesz a jövő szempontjából, hiszen próbáljuk azt megnézni, nem is, hogy visszaépnem, hogy
gyakorlatilag, ha van egy alacsonypályás műhold, meg az átadási ideje nagyjából egy ilyen 12-15 perc, hogyha fölöttünk jár. Nyilvánvalóan az átviteli kapacitás egy ilyen műholdról függ attól, hogy milyen pozícióból kezdjük látni, hát a delel akkor a legjobb számunkra. Viszont az, hogy hogyan tudjuk az összegyűjtött információt ennyi időt lehozni erről a műholdról, mekkora a kapacitás, ebben tud segíteni az, hogyha ez a kicsi műhold gyakorlatilag egy geopályalő műhold fere már el tudja küldeni a jeleket, az adatokat, és onnan le tudjuk tölteni, akkor egy egész nagy idő áll rendelkezésünkre, és egyre több adatot tudunk begyűjteni, és ehhez viszont nem feltétlenül átvinni, tehát megjelenik a optikai kommunikációnak a lehetősége is műholdas területen. Ez megjelentett egyébként akár alacsonypályás műholdak közötti kommunikációban is, hogy amikor egyrészt a Földről elengedünk egy jelet egy műholdra, akkor műholdak között jutunk el egy másik pont, és ott jutunk le vissza a Föld irányában. Tehát nagyon jó házakat lehetek majd ebből építeni, és itt az, hogy a lézeres technológia nagyon fejlődött, azt teszi lehetővé, hogy valóban lehet használni ilyenfajta kommunikációra, és az a fajta tracking rendszerek is fejlődtek, hogy a műholdakat pontosan tudjuk, hogy hol helyezkednek el, és tudunk így módon velük ugye kommunikálni. Van egy árnyoldalatán ennek a szakmai résznek, illik azért beszélni, vagy szót ejtenünk róla, hiszen mondtam, hogy közel 7000 műholdból 3500 működik még most is. Hát a többi részéről nem beszéltünk ideig, de egy megmondandó probléma, hogy mit fogunk majd tenni egyébként az űrszemét kérdésével, úgyhogy akár lehet ez is egy jó tematika egyébként a diákok számára majd a jövőben, de nem akarok tippet adni még elsőre, hogy hogyan tudjuk ezt jól kezelni, hiszen valóban ez is egyfajta erőforrás gazdálkodás jelent számunkra. Ha ki akarunk juttatni egy műholdat, melyik az az időablak innentől fogva, amikor ütközésmentesen tudok kijuttatni műholdat, vagy mikor kell ott esetben a üzemanyaggal töltött műholdunkat egy picit más pályára állítani, ahhoz, hogy elkerüljünk egy nagyobb ütközést, és még több űrszemetet termeljünk. Ez mindenképpen a jövőnek egyik nagy kihívása számunkra is, hogy hogyan ezt jól kezelni és követni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük Vári Péternek, és ha szabad egy kérdést nekem föltennem, hogy valamikor ott a 90-es évek elején még egy-egy ilyen ITU értekezlet, akár 6 hónapig is eltartott, én emlékszem. A kollégák fél évre ott voltak ezen az értekezleten, és csak az aláírásra kellett menni. Most milyen egy ilyen vezetői értekezletnek a hossza, terjedelme? De amikor tényleg az egyeztetés és a frekvencia a kérdése vitatott. Igyekszem köszönöm szépen. És az elmúlt pár évben csöppentem egyébként be ilyenfajta világértekezeteknek a sorában, és ott én mindent áttekintek, tehát a rádiomatőröktől kezdve a földi műsorszoráson át, de ez egyik nagy szert egyébként maga egyébként van az űrkommunikáció, tehát egy külön nagy szegmens egyébként ennek, és ott ül a világ 190 országban, tehát 163-an szoktak eljönni, tehát mindenki rettentően figyel, és ott ül egyébként a szektor is hátul mögöttünk, különböző műholdas szervezetek, a Eutelsat-tól kezdve, akár a Intersputnik, vagy éppenséggel az Inmarsat-tól, tehát mindenki figyel, de van web is ott ül egyébként, és még sorolhatom a neveket, hogy milyen módon fejlődik, és hogy lehet lobbizni azért a frekvenciós sávért, hogy tudjanak új technikát kipróbálni, megépíteni. Konkrétan válaszol a kérdésedre, ez gyakorlatilag az azt jelenti, ez a 160 ország, hogy 3000-3700 szakértőt egyszerre ott egyébként egy időben egy hatalmas épületben, vagy éppen sátorban, most sátorban legutóbb a bukaresti részem, és 4 hetünk van arra egyébként, hogy itt megegyezünk egymás ezekben a szakmai kérdésekben, de ez a 4 hét egyébként rövidnek tűnik, azt hiszem el kell mondani, van előtte 4 év, hogy fölkészül minden ország egyébként arra, hogy milyen módon keresik meg azokat az együttműködés lehetőségeket, tudjanak együttműködni az eszközeink egymással, hogy a regionálisan is, mint mondtuk, van 3 nagy régió, meg egyébként maga a földi rendszerek kontra egyébként a űreszközöknek a működésre is lehessen biztosítani. 3-4 éven tehát ilyet összehozni egyébként, ekkora résztvevői gárdával, nagyon nagy technikai háttér mögött a 4 év alatt, hogy mindenki méricskél, próbál, tesztel, kísérletezünk, egyeztetünk európai szinten, utána régiós szinten, utána világ szintjén. És azt mondom, hogy nagyjából 4 évente folyik ez a fajta értekezés, ennek az eredménye jön utána meg, amiben bekerül a rádió szabályzatba.
tehát lekövethető. Ennél gyakrabban talán valószínűleg nem lehet megrendezni, és ennél rövidebben 4 hét sem hiszem, hogy egyébként összejönne, az még optimális ilyen szempontból. Azt el kell még mondanom, hogy a vezetékes szakat nem megsért a felszabad itt közöttük ül, ők sokkal ritkábban ülnek össze egyébként és értekeznek, tehát lehet látni, hogy a rádiótápkösnek az egésze, de főként az űrszegmens rettentő gyorsan fejlődik, tehát muszáj leülni 4 évente egyeztetni egymással, hogy milyen technológiával mindent lehet egyébként kihozni. Persze, amikor a szakmapolitika is azt sem szabad elhallgatnunk, hogyha valaki egy új frekvenciás sávon gondolkodik, A ország mondjuk, hogy ezt szeretné bevezetni, és ezt előre bocsátja, és B ország azt mondja, hogy te van olyan technológiánk meg, mert tudjuk ezt? Nem, ezért nálunk nem működik. Ennél, és mi tiltakoznánk a B országban, ez nem használ ez a frekvencia sem, mi még használjuk ezt valamilyen célra, de van egyfajta stratégiai taktikai játék is még mögötte, nem csak tisztán szakma jelenik meg.